Az elkövetkező napokban a parlagfű pollen koncentrációja országszerte nagyon magas, a keleti országrészben sokfelé extrém magas lesz. Enyhülés egyelőre nem várható. Olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. A gyomnövényre érzékenyeknél már közepes erős tünetek jelentkezhetnek, amelyek a pollen koncentráció hatására fokozódhatnak. Jelentkezhet orr- és szárnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, ezt már egy házi orvos mondta. Déri Károly kiemelte, hogy súlyos esetben asztmás rohamot, ájulásos rosszulléteket is okozhat. Hangsúlyozta továbbá, hogy panaszainkkal érdemes felkeresni házi orvosunkat, ugyanis megfelelő kezeléssel enyhíthetőek a szervezetünkben felszabadult hisztamin okozta tünetek. Vannak ezek az antihisztamin gyógyszerek. Ezeket ajánlatos már előtte az allergia szezon előtt is szedegetni. A csalánteja, például az nagyon ajánlják, szintén a szezon előtt sokat fogyasztani, az is úgy irányítja a szervezet védekező képességet, hogy ki tudjuk ezt védeni. A antihisztaminok meg különböző szteroidos orrsprékkel, meg orrkenőcsökkel lehet ezeket az orrpanaszokat kivédeni, és hát aztán vannak az immunterápiák, ezek hosszabbak és bonyolultabbak, ezek évekig tartanak, de hatékonyak és érdemes ebbe is belefogni, hogyha a tüneteink nem javulnak. A szakember hozzátette, hogy otthoni praktikákkal is csillapíthatóak a panaszok, így például használhatunk pollenszűrős berendezést, ablakhálót, segíthet továbbá a gyakori hajmosás, az ágynemű tisztántartása, valamint ha nem a szabadban szárítjuk ruháinkat. Mindezek mellett táplálkozással is tudunk védekezni, ilyen ételek például a citrusfélék, a fokhagyma és a petrezselyem.